Amikor először megláttam a GTA 5 FPS nézetben, kicsit meglepődtem, kicsit furcsa volt, kicsit szokatlan volt, mert tényleg eddig minden GTA-ban, amit én játszottam, a Vice City-től elkezdve a San Andreas-t, a 3, a 4, ugye, mindegyik olyan volt, hogy tényleg TPS-ben láttad a karakteredet, láttad azt, hogy mi van körülötted, láttad azt, hogy mi van jobb felül, például egy plakáton. Nagyon sok poén így is jött le belőle, hogy nem biztos, hogy megálltam volna pont azon a ponton, de miközben mentem autóval, nézelődtem jobbra-balra, mert hát ugye a Crestre nem annyira figyelünk egy GTA-ban, ezt valljuk be, mindannyian bevallhatjuk. De mégis megvolt az az érzés benne, hogy igen, hátul van a kamera, TPS-ben látom az autót, hogy merre megy, mint egy külső nézetes autós játékban, csak ugye a GTA világában, hangulatában és mind grafikájában, mind fizikájában, stb. És tényleg tudtál nézelődni össze-vissza. Viszont amikor beváltottam ezt FPS módba, akkor nem annyira jött ez át, és nem annyira adta meg ezt a lehetőséget. Egy kicsit beszűkült érzete volt az embernek, de mégis azon kaptam a fejem a harmadik, negyedik, nem harmadik, negyedik, inkább 30. 40. perc játék után egy FPS módon, hogy ez jó. Ez jó, mert kicsit olyan érzésem volt, mint amikor gyerekkoromban mondtam anyunak, hogy anya, hagyd keverjem a kajákat, légy szíves össze. Az én kedvenc kajáimat akartam összekeverni, nagyon szerettem a kovászos uborkát, meg például a palacsintát. Anya, hagyj egyek palacsintát kovászos uborkával. Anya nem engedte, mert ugye valószínűleg a következő napomat a WC-n ülve töltöttem volna, aminek nem feltétlenül örültem volna. Viszont a GTA 5 viszont engedte. Engedte egy kicsit azt, hogy Far Cry-os legyen a nézetével, mert nekem vég az volt az agyamba, hogy hűha, mintha Far Cry lenne, tudjátok, és a GTA engedte, és ettől is tény, hogy a WC-n fogsz ülni, viszont nem azért, mert a saját harakiréjét végzi a hasad éppen, vagy a gyomrod, hanem azért fogsz a WC-n ülni, mert az előző 12 órában nem akartál felállni a konzol elől, mert rohadtul élvezted azt, hogy milyen belső nézetbe repülőt vezetni, nagyon élvezted azt, hogy milyen belső nézetbe helikoptert vezetni, autót vezetni, motort vezetni, jetskit vezetni, lövöldözni, sétálni, stb. Egyetlen egy olyan hely van, ahol nem szívesen használtam az FPS nézetet, az a gyaloglás, futás. Mert nem tudom, ott valahogy azért jó érzés az, hogy külső kamerából látja az ember, viszont egy gombnyomással át lehet állítani, szóval tényleg ez csak bekerült a játékba, és tényleg opcionális választani, hogy akarunk-e abba menni, vagy nem akarunk abba menni. Sokan mondhatjátok, hogy jaj, de hát én már kivittem a GTA 5-öt, most ezért miért vegyem meg Xbox One-ra, hogyha esetleg cseréltetek Xbox One-ra. Nem csak ezért ajánlanám megvenni. Én bevallom őszintén, hogy elvittem egy darabig a GTA 5-öt ugye 360-on, nekem volt kölcsön egy 360-on, és azon el is vittem egy darabig, ha jól tudom, akkor talán a második ilyen nagyobb rablásig vittem el, és baromira nem volt bennem az, hogy jaj, én ezt már egyszer elvittem idáig, amikor az Xbox One-os verziót játszottam. Mert vannak benne extrák, persze nem egetverően extrák, gyerekek, ugyanazt a játékot kaptuk meg csak más platformra, és valószínűleg ugyanazt a játékot fogjuk megkapni PC-re is, mint amit egyszer már kivittünk 360-on. De mégis az volt bennem, hogy ja, ugyanúgy tudom élvezni, sőt, még jobban is. Nem sok extra van benne, pár új zene, pár új, mit tudom én, fejlesztés a kocsihoz, duda, stb. De bennem volt az, hogy ez még így is egy baromi szép játék, ugye fel lett újítva a grafikus motor. Ugye megérkezett az 1080p, szerintem az előbbi konzolon még nem volt 1080p, de hogyha az is volt, akkor nem ennyire szépen. Tényleg szépen ki van dolgozva, fel lett húzva, 30 fps-t fixen tartja, amíg az Xbox 360-on néha azért leledroppolt a 25-re, 20-ra, de én már találkoztam 16-tal is. És az már tényleg zavaróbb, amikor mész egy nagyobb forgalomban, és egyszer csak annyit látsz, hogy akad a gép, de hát ne akadjon már a gép, de akad a gép, mert ez egy konzol, de ne akadjon már, mert hát arra van kitalálva, hogy játszak rajta. Ez 360-on volt, ez Xbox One-on már nincsen, és szerintem PC-re sem lesz, ugye, akinek majd el fog futni a rendes nagy gép, akinek majd lesz hozzá rendes gépe. De tényleg Xbox One-on már tényleg nincsen, szebb lett, nagyobb lett a forgalom, ezt egyébként érdekesen tapasztaltam, hogy tényleg megnőtt a forgalom, megnőtt az erdőben az állatvilág, megnőtt a növényvilág, újra lett pár objektum dolgozva, belsőleg, külsőleg, szóval tényleg jól néz ki, és én mindenféleképpen azt mondom, hogy másért nem is, az élményért mindenféleképpen megéri FPS módban még egyszer kipróbálni és még egyszer végigpörgetni a játékot, mert szerintem tényleg abszolút más élményt ad. És ne haragudjatok, hogy ez ilyen kis rövid vélemény kifejtő review volt, de
egyszerűen megyek vissza és tolom tovább. Na szevasztok!